vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellenmondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Start! Minimál özönnyel indul a mai verseny, a Pezsa Verszeg díj. Kicsit gyengébben kezdtek ketten, az Orra Sztárról, valamint Zárkóz duójáról van szó. A másik négy fogat egészen jó startot véve, szinte fej-fej mellett érkezik majd az első kanyarra belül. Zorro Boy egyelőre vezet, a favorizált Zselnice érkezik mellé. Zongorista pedig elugorja magát az első kanyarra bejáratához érve, és nem igazán sikerül őt letenni, úgyhogy könnyen lehetséges, hogy ez a mini mezőny, ez öt főse olvad. Így van, Zongorista galoppozik és kiesik a versenybe. Zselnice támad, Zorro Boynak könnyen lehet, hogy el fog majd menni az első egyenesre érve. Zsátár Csigaire messzebb, azért tartja a harmadik hét. Ez szép lassan, azért úgy tűnik, hogy a gyenge startot vett Zárkóz is megkezdi azért a közelítést a többiekhez. Zorro a sztár egyelőre hiba nélkül, de a mezőny végén az első egyenes közepéhez érve Zselnice átvette most már Zorro Boytól a vezetés. Zselnice, Zorro Boy nem mondható igazán acélosnak a tempó, de hát így is azért a vezető kettősnek egy jó 10 méteres az előnye a többiekkel szemben. Az első kettő tehát megszaladni látszik, nevezetesen Zselnice, akiben leginkább bíztak a fogadók, mögötte pedig ott ügett Zorro Boy, majd pedig némiképp jelentős hátrányba tőlük relatíve Zsátár Csiga, aztán pedig Zárkóz, aki megtámadja egyébként, és gyorsít is a tempón az eddig harmadik helyen ügető fogatót, és most már szépen lassan csatlakozást talál a fejhez. Ez pedig azt jelenti, hogy 3-as, 2-es, 1-es lesz a sorrend, amit nagyon erőteljesen favorizáltak a fogadók. Továbbra is a mezőny végén a Zorro Sztár színeit láthatjuk. Az élen Zselnice meglehetősen nyugodt tempóban, azonban egyre inkább közelít hozzá Zárkóz, aztán a harmadik helyet még tudja őrizni Zorro Boy, majd Zsátár Csiga, illetőleg Zorro Sztár a további sorrendünk. Egyelőre nem erőltetik a tempóváltást a fogadók, mindez Zselnice javát szolgálja, hiszen a saját tempójában tud ügetni, kívül ott van Zárkóz, a vezetőló hátán pedig Zorro Boy. Továbbra is tehát vezet Zselnice, könnyen kézből őrzi vezető helyét, Zárkóz az, aki egyre közelebb van mellette, most ismételten megpróbál talán egy támadást indítani a vezetőló ellen, bent a falon mögöttük könnyedén jön egyelőre Zorro Boy, Zsátár Csigának viszont egy jó 10 méteres hátránya velük szemben, Zorro Sztár egyelőre az ötödik helyért harcol. Jön az utolsó 200 méter, Zselnice mindig kontrollat tartja az eseményeket, Zárkóz lendülete, minthogyha egy picit megtörni látszana bent a falon, a Zorro Boy fog elmenni mellette, meglátjuk, hogy lesz-e benne annyi, hogy esetleg Zselnicére veszélyt jelentsen az utolsó 100 méterhez közeledve, Zselnice könnyen kézből tartja a vezető helyét, Zorro Boy azonban megpróbál megtámadni, érkezik Zorro Boy, Zselnice bent a falon, jön rá Zorro Boy, de Zselnice hazaér, Zselnice, Zorro Boy, Zárkóz a harmadik, Zsátár Csiga a negyedik, Zorro Sztár pedig az ötödik. Start! Start elindult a nap harmadik futam, az a Forest Sandy Zafira kezdett gyengébben, a többiekre emelt panasz, remekül jött el Vesznap fazekassal és egyelőre Vilemi Resbé társaságában vezet. Hát kívül megindul a favorit és Herkules Flevóval, nem sokat látsz a facázik Veljko Mazsit jött a harmadik spurban, talán megpróbálja megtámadni vagy meg is kerülni az érre került kettőst. Mögöttük vajon még mivel kimondott a jó helyzetben, a negyedik helyről várja a folytatást, majd érkezik Ultimate Ugri, mellette Zlatán Lee, Protect a Fair
illetve Zafira a sor végén, azért korán sincs így igazán kiszakadva. Herkules Flevo felmegy Vesna elé, de egyelőre még nem tudott neki lecsukni, belül Vesna mellette pedig Herkules Flevo, majd érkezik Wyoming River és Villemin SB párosa. Kettes fogatokká kezdett egy pillanatra, úgy tűnt legalábbis, hogy beállni a mezőny, de mire ezt kimondom, Herkules Flevóval a favorittal gyorsít, Velkom Másik, és egy körrel a végőt, most már a favorit az élen. Herkules Flevo, Vesna, mellettük jön Villemin SB, majd Wyoming River, Zlatali, Ultimate Ugri és Protect a Ferm. Zafira kivételével egy tömbben halad az egész mezőny, de hát ő sincs vészesen kiszakadva, nagyjából egy két hossz lehet a hátránya az élen, viszont Herkules Flevo meggyőzően üget, úgy tűnik, hogy Villemin SB fog talán mellé fölérni majd az istálló egyenesbe. Bent a falon Vesznát láthatjuk közlekedni, akinek a hátán pedig Wyoming River szívei tűnnek föl, éppen mellé ér most Zlatan Liv, aztán pedig Ultimate Ugri, Protect a Ferm, illetőleg Zafira. Sorrendben üget a mezőny, élen Herkules Flevo előnye egy hosszra tehető Villemin SB-vel szemben, aki talán egy kicsit presszionálja őt gyorsabb haladásra, hiszen most már csak egy olyan jó 3/4 fél hossza köztük lévő különbség harmadik pozícióban, pedig ott láthatjuk versenyezni Vesznát, Wyoming River, és jó helyzetben bent a falon versenyez akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarra, a külső spúrosoknál pedig második pozícióban Zlatan Liv, de hát ő elég jelentős hátránnyal bír a többiekhez képest. Most kezdődik az igazi harc, továbbra is Herkules Flevo vezet, azonban Villemin SB szorongatja. Ez már az utolsó kanyar, utolsó fele, Herkules Flevo előnye nagyjából fél hosszas, de talán egy hosszas is hízik. Most már Villemin SB-vel szemben Vesna próbál visszajönni, de hát Wyoming River is érkezőben, Zlatali és Ultimate Ugri is közel. Villemin SB megpróbálja az egyenesben ismételten megtámadni a favoritot, belül Herkules Flevo, mellette Villemin SB, nagyon-nagyon jön Villemin SB, Herkules Flevo van belül, Herkules Flevo vagy Villemin SB, belül Herkules Flevo, Herkules Flevo. Flevo másítja, vagy Villemin SB, Herkules Flevo, Villemin SB lesz a második, és pont a célban jön kívül Ultimate Ugri, ő lesz majd a harmadik, Vesna a negyedik, Wyoming River az ötödik, és közben azt nézem, hogy Villemin SB-t viszont diszkvalifikálták, úgyhogy azért nem volt itt valójában akkora küzdelem, az biztos, hogy Herkules Flevo győz. Start! Ebben a pillanatban elindult a kétkörös, tehát 2400 méteres Detroit handicapünk, aki nagyon jól el tudta kapni a startot, az Magic Bucks, illetőleg nála is jobban Zsóka Csordás Emillel, aki már be tud menni a falra rögtön az első kanyarba. A harmadik pozícióban ott ügett Tárkány, aki Tommy Lee követ, aztán Overnight, mint egyedüli második soros, aztán pedig ott van Újpesti Lány, illetőleg Uncia az, aki zárja a sort, és ő egy kicsit ki is van szakadva. Zsóka megpróbálja az iramot megfogni, ezt viszont észleli Bizbak Dániel, aki pillanatok alatt gyorsítani tud, és az érre megy. Tehát most már Tárkány vezet, és folyamatosan igyekszik növelni előnyét Zsókával, illetőleg a többiekkel szemben, aztán kívül Overnight, de belül pedig Magic Bucksot láthatjuk versenyezni, míg bent a falon egyre közelebb üget Uncia is, illetőleg tudott zárkózni, amit két Uncia, illetőleg Újpesti Lány, aki abszolút a peloton tagja, akkor, amikor a második kanyarban vannak, továbbra is Tárkány vezet, mögötte pedig ott üget Zsóka. Nagyjából 1700 méter van még hátra a Detroit handicapből, Tárkány előre nagyjából kettő hosszra tehető a másik favorittal Zsókával szemben. Tárkány és Zsóka kívülről melléjük zárkózik Overnight, a folytatásban Magic Bucks, valamint Tommy Lee párosa. Nagy Ferenc 2-2 időmítottja pedig a sor végén, azért Újpesti Lány helyzete egyszerűbbnek tűnik Unciáéhoz képest. Tárkány biztos elsőként fordul ismét az egyenesre, de több mint egy kör még hátra van ebből a futamból. Tárkány tehát vezet, szép lassan talán, Overnight fog megérkezni mögé a második helyre, de Zsóka is nagyon-nagyon kecsegtető helyzetből várja a folytatást. Tárkány, Overnight, Zsóka, a folytatásban Magic Bucks, Tommy Lee és Újpesti Lány. Most már nagyjából csak egy olyan 1100 méterünk van hátra ebből a versenyből. Tárkány miután magához ragadta a vezetést, ő diktálja az iramot, és viszonylag gyorsítani is látszik. Zsóka mellett pedig Overnight színei, aztán pedig ismételten egy kettes fogat Magic Bucks, illetőleg Tommy Lee és a két Nagy Ferenc ló, Újpesti Lány és a jelentős hátrányát jóvá tevő Uncia üget jelen pillanatban. Hát akkor most nézzük, hogy kap-e támadást a vezető ló. Tárkány úgy fest, hogy igen, hiszen Overnight elkezdi őt presszionálni az istálló egyenesben, ezáltal tovább gyorsul az iram, harmadik pozícióban pedig ott üget Zsóka, Magic Bucks pozícióját sem lehet reménytelennek nevezni, miközben Tommy Lee is külső spúrba egyre inkább följebben nyomul. Tárkány azonban továbbra is vezet akkor, amikor befordulnak az utolsó kanyarra, belül pedig Zsóka nagyon jó pozíciót vív ki magának.
Érik ismételten esetlegesen egy favorit siker, mert ott van Tárkány, ott van Zsóka, igaz, hogy egyelőre Overnet is a front tagja, és most indul el kívülről újpesti lány Nagy Ferenc kettővel, utat talált magának, és mint egy gyors vonat újpesti lány hirtelenjében megérkezik a vezető lovak mögé. Zsóka menet közben kijön a falról, és megtámadja Tárkány. Tárkány, Zsóka is most már kívül újpesti lány, ez az első három sorrendje jön az utolsó 150 méter középen Zsóka, most már vezet Tárkánnyal szemben. Tárkány, Zsóka kívül újpesti lány, Zsóka vagy újpesti lány, nagyon jön újpesti lány, de Zsóka vezet, Tárkány visszatámad a falon, Zsóka vagy Tárkány vagy újpesti lány, Csordás Emil le, Zsóka megnyeri a futamot, Zsóka újpesti lány, Tárkány, vagy esetleg Tárkány újpesti lány, ez a sorrend, Csordás Emillel Zsóka idei harmadik győzelmét aratja. Start! Start elindult a Rivalda Handicap újabb rész, és úgy látom, hogy Primus kezd hibával bent a falon, és ezáltal nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozza magát, sőt vélhetően talán ki is esik a versenyből. Úrikem remekül indult, és elmegy vezetni méghozzá eléggé komoly tempóban. Úrikem mögött Undercover színét ülnek fel a második helyen, aztán perfekt vezetésével jönnek a többiek, kívül Bimbo de Senu, velük pedig Amy Slav, aztán Ultra Lady, valamint Vinok SB, a lovak további sorrendje. Úrikem nagyon-nagyon meghúzta az elejét. Kérdés, hogy bírni lehet ezt végig. Előnye nagyjából 2-3 osztat tehető Undercoverrel szemben, és hát azért jócskán lemaradva mondjuk a vezetőlóhoz képest, ez a meglehetősen masszívnak tűnő üldözőbojdás. Sok van még hátra, nagyjából 1350 méter, Úrikem Undercover, aztán hárma jönnek szinte teljesen fejfejt, kívül a favorit, Bimbo de Senu, ez már kettő és feledik spúr gyakorlatilag, előtte van Perfect, és előtte van az Lémiszláv, aki egy körrel a végelőtt megkezdi az zárkózást, és megérkezik a vezető kettős mögé. A kiírás értelmében pedig Primus kiesett a versenyből, tehát őt diszkvalifikálták. Ulrika M. vezetni tud, mellette pedig Undercover bent a falon. Amy Szellávot láthatjuk, ők egy kis lélegzetvételnyi előnyel vannak a többiekhez, Perfecthez, illetőleg a belül ügető Ultra Ladyhez képest, aki egyre inkább közelít egyébként az élbolyhoz. Aztán ott kívül harmadik spúrban Bimbo de Senu nem fut túlságosan szerencsés versenyt, akit pedig Vinok SB követ, igaz, belül ügetve. Kapja a támadást egyéb iránt a vezető ló, ez pedig azt jelenti, hogy Undercover megpróbál elmenni mellette, azaz Ulrika M. mellett az istáló egyenesben, azonban próbálja tartani a falat Ulrika M. is, mindeközben pedig több változás is. Egészen hátulról Vinok SB-t vette ki hajtója, Turbuc Gábor is közeli, tehát nagyon-nagyon kívül ügetve az élen, most már Undercover, őt pedig Amy Slav támadja, és nagyon-nagyon nagy rössel jön Vinok SB. Óriási változás a frontban, Undercover, Amy Slav, Bimbo de Senu és Vinok SB-nek óriási lendülettel kívül Ultra Lady is közel van, és Perfect is begyújtja a rakétákat. Négyen szinte teljesen fejfejt jönnek az utolsó 300-ig, igaz, hogy Vinok SB rettenetesen kívül fordul, és komoly teret veszít. Amy Slav az, aki az ére kerül. Amy Slav mögötte Bimbo de Senu, ott van kettő között Ultra Lady, jó 150 méter van még hátra, Vinok SB is próbál újra elindulni. Az utolsó 100-on még mindig Amy Slav vezet, Bimbo de Senu támad kívül, Vinok SB is óriási rössel jön, Amy Slav azonban egyelőre még vezet, Bimbo de Senu közelít hozzá. Amy Slav vagy Bimbo de Senu vagy Ultra Lady az utolsó méterken, de nem! Belül Amy Slav megnyeri a futamot Ultra Ladyvel szemben, Bimbo de Senu és Vinok SB mögöttük a sorrend. Start! Start elindult a Leszterdi, ez a nap hetedik futama itt a Kincsen Parkban. A remek ülkez, very nice fotó is ütünk, hogy elmegy vezetni. A favorittal szemben, akinek van egy-két bizonytalan lépése, de szinte a levegőben megfogja Varga Sándor, úgyhogy folytathatja a versenyét. Valentino, ki mellé egyébként Swarovski is megérkezik. Velencer a negyedik, Ündán pedig az ötödik pozícióban. És hát óvatosabb startjának köszönhetően azért Vulcanoboy helyzete nem tűnik igazán egyszerűnek, egy jó 20 méteres hátrányba. A három galop után futó Timikó pedig egyelőre messze-messze a mezőny végén. A Vinyász fotó továbbra is az, aki diktálja a tempót, 2-3 most az előnye az üldözőkkel szemben, kívül Swarovski, belül a falon a favorit Valentino, aztán érkezik a folytatásban Velencer és Ündám, Vulcanoboyt pedig úgy látom, hogy diszkvalifikálták jármódja miatt, kiszakadva továbbra is Timikó. Very nice fotó, nagyon frissen kezdett, és ezt a lendületet tudja is tartani. Mögötte egy kettes fogad belül Valentino, aki mellett Swarovski üget frissen, aztán pedig Velence R, illetőleg Ündám, nagyon kiszakadva versenyez Timikó, aki még versenyben van, de hát nagyon jelentős a hátránya. Jönnek ki a második kanyarból, teszik mindezt Very Nice fotó vezetésével, előnye nagyjából egy olyan két hosszra tehető a mögötte versenyző Valentinoval szemben, aki mellől Swarovski, mint hogyha kifáradna, ezáltal bent a falon tud előrébb jönni
Velence Err, illetőleg Ündám utóbbi hátán, de hát most már lassan kiveszi őt is Márton Lajos, egyre inkább támadó pozíciót igyekszik fölvenni, és azért Szvarovszkit se érjük le, hiszen úgy tűnik, hogy talán ismét visszatér a versenybe. Akkor, amikor fordulnak a kanyarba, a lovak teszik mindezt Very Nice fotó vezetésével, aki mögött ott ügelt a Valentino, illetőleg Szvarovszki még mindig a harmadik helyen. Az utolsó 400 méter érvezet után viszonylag közel egymáshoz, Very Nice fotó még mindig az élen, Valentinot azonban még eddig nem indított el Varga Sándor, Szvarovszki, Velencer, Ündám továbbra is a sorrend a harmadik, negyedik, ötödik helyen. Jön a finish, jön az utolsó 200 méter Very Nice fotó mellett, most fog talán majd elindulni, úgy Isten igazából Valentino rettenetesen könnyen jön, 150-nél felmegy Very Nice fotó mellé, a közöm a szívósan védekezik, Very Nice fotó, hogy Valentino, azért Valentino erősebb, Valentino most már elő van, és Varga Sándorral végül is megnyeri a futamot, Valentino, Very Nice fotó középen, Velence Err feljön végül a harmadik helyre, Ündám és Szvarovszki elé. És ebben a pillanatban elindult a novemberi gátverseny, Zsin jött el a legjobban, hát fogott az iram természetesen, ahogyan az ilyenkor lenni szokott, jó pozícióban mindenki, nincsen kimaradott lovunk, inkább az a probléma, hogy senki nem akar igazán elmenni, vezetni, ott láthatjuk Radio Gagát a frontban, ott szerepel rajta kívül Fjord Rock is, illetőleg Zsint láthatjuk még elől, akkor, amikor érkeznek az első ugráshoz. Ezt rendben vette az egész mezőny, és való igaz, hogy gyakorlatilag egy sorban mindenki, hátrébb Szambót láthatjuk egy kicsit a többieknél. Egy bolyban a mezőny, egyedül Vanília az, aki külön utat választ, és ő a barrier mellett galoppozik előre. Tehát rendkívül fogott a tempó, most mintha Magtum színei tűnnének föl elől, Radio Gaga tartja azt a pozíciót, amit eddig megszerzett Fjord Rock is, Voodoo Master is az első sorban látható, illetőleg itt a barrier mellett a Vanília, és egy kicsit hátrébb Szambó, illetőleg Jean az, aki visszaesett a mezőny végére, már így a futam elején is egyértelműen. Tehát a többiek egy bolyban rendkívül könnyen vették a második ugrást is. A szürke Radio Gaga diktálja az iramot, mely azért felgyorsulni látszik egy picit. Mögötte ott van Magtum, aztán Fjord Rock, Voodoo Master, majd pedig a Vanília színei tűnnek föl, miközben egy bukást láthattunk. Magtum vált meg lovasától, nem sikerült neki jól ez az ugrás, pedig az eddigiek nem ezt mutatták, úgyhogy nélküle folytatódik a verseny, és nagyon ki van szakadva egyéb iránt Zsin is. Ami az elejét illeti Fjord Rockot, illetőleg Radio Gagát láthatjuk elől, aztán Szambó követi őket a Voodoo Master társaságában, és Vanília is úgy tűnik, hogy kiszáll a ringből, egyre jelentősebb hátrányt halmoz föl a vezető négyessel szemben. Most már egyértelműen versenytempóban galoppozik ez a négy ló, elől Fjord Rock, mellette pedig ott láthatjuk Radio Gagát, kettejük között pedig egyre inkább galoppozik fölfele Szambó, illetőleg Voodoo Master is megindulni látszik. Ezzel egyébként azt láthatjuk, hogy Fjord Rock esik vissza a mezőny végére, és egy kicsit belovagolják a Radio Gagát, tehát jönnek a többiek is, elsősorban Szambó, illetőleg Voodoo Master, tehát a legjobb esélyű lovak alkotják az élcsoportot. Fjord Rock nincs kiszakadva, de ő tisztán a negyedik pozícióban versenyez. Egy kicsit lovagolni kell Vaníliát is ennél az ugrásnál, az ő hátránya jelentősnek mondható, és Zsin is elvileg versenyben van még, de hát kilométerekkel a többiek előtt. Én az utolsó 600 méterre a versenynek, nagyon-nagyon jól mozog a három favorit, mondhatjuk, külön versenyt futnak, belül ott van Szambó mellett, a Radio Gaga, kívül pedig jön a Voodoo Master, és bizonyuljuk hárman most már legalább 15-20 hosszal lerázták az üldözőket. Fjord Rock eddig bírta, megy visszafelé, Vanília az, aki nagyon messziről megkezdi a zárkózást, és nem kizárt azért, hogy Vanília oda tud majd érni a frontban, annál is inkább, mert az istállótársa Szambó a vártnál sokkal-sokkal fáradtabban mozog. A Radio Gaga az élen, mellette Voodoo Master, Radio Gaga, Voodoo Master, Vanília a világ végéről, egyre közelebb ott van most már mögöttük, ez volt az utolsó előtti ugrás, középen Radio Gaga, mellette Voodoo Master, Vanília pedig lépésről lépésre közelít, és azért Szambó is még próbál visszajönni a versenybe. Négyen viszonylag közel egymáshoz, de hát itt két ló küzd majd a győzelemért, Radio Gaga, illetve Voodoo Master fejfejbe lett Voodoo Master Bakos Gáborral egy kicsit előrébb, de Radio Gaga a Horváth Balázsra visszatámad, Vanília ott van egészen közel hozzájuk a harmadik helyen, kívül Voodoo Master, középen Radio Gaga, Voodoo Master Bakossal megnyeri a novemberi gátversenyt, Voodoo Master, Radio Gaga, Vanília a harmadik, Szambó végül a negyedik helyre esik vissza, Fjord Rock pedig végül ötödik lesz majd.
Start elindult a Báró Orci Lőrinc emlékverseny handicap, egy negyedosztályú szintetikus pályás verseny. Cserro Tóra, illetve Sea of Fire színei tűnnek fel a frontban. Belül Sea of Fire már az élen, Cserro Tóra, Sunny Meadow, illetve egészen kívül Narrátor. Ők négyen vannak a frontban, két osszal mögöttük Estike vezeti az üldöző bolyt, Estike mellett Jubileum, illetve Silver Chimes, bizottság pedig nagyon-nagyon nehezen tud csak lábra kapni. Az 1400 méteres távon jócskán 6-8 osszal ki van szakadva a többiekhez képest. A Warrior mellett Sea of Fire diktálja a tempót, és már az utolsó 800 méterét kezdi mellé, szép lassan felérkezett most már Narrátor, sőt el is megy mellette Narrátor, tehát most már a frontban Sunny Meadow sétál egyelőre a két ló között, ott van ugye Sea of Fire, Estike zárkózóban, Cerro Torre, Jubileum, visszacsúszik a sor végére, most már teljes mértékben Silver Chimes, bizottság pedig szép lassan őt utol fogja érni. Vezet még mindig talán Narrátor, de hát azért Sunny Meadow könnyebben jön nála. Narrátor egyelőre az élen, úgy látom egyébként kengyel nélkül tud csak jönni. Bent a falon Sea of Fire próbál védekezni, Sunny Meadow kívül pedig Silver Chimes indul el, némi meglepetése, és Estike is begyújtja a rakétákat. Izgalmas lesz a futam, Sunny Meadow a frontban, de többen nagyon keményen támadják. Sunny Meadow, Estike, kívül pedig a meglepetés ló Silver Chimes, ami pedig a még nagyobb meglepetés, hogy a tök favorit Silver Chimes mellett most már el tudott robogni Silver Chimes az Estikével szemben. Sunny Meadow visszacsúszik a harmadik helyre, Estike vagy Silver Chimes, Silver Chimes az utolsó métereken, Silver Chimes, Estike, Sunny Meadow a harmadik, Sea of Fire pedig végül negyedik lesz. És akkor most van start, elindul a mezőny, a Celeros rettenetesen től balra, és azért egy-két rivális hát igen erősen tudta ezzel zavarni. Bent a falon Zarándok jó jön el, mellette First is ott van a frontban, Mahagón is jó kezdett, és a favorizált Flying Fighter is remekül jött el. Középen légy ott tartja magát még viszonylag jól, kívül a szürke próbál zárkózni, Blackfire DL, egész jól tartja magát Ace of Spades, nagyon messze Pretty Secretariat le van szakadva, Karagand is viszonylag messze van. Bent a falon az Zarándok vezet, mellette Mahagóni, Zarándok, Mahagóni, kis meglepetés a Flying Fighter, csak ott a negyedik, ötödik helyen már erősen kell lobogolni, és a gyenges tartja után Celeros is viszonylag jól tartja magát, és itt kívül indít egy egészen komolynak tűnő támadást a vezető lovak ellen. First is Zarándok és Mahagóni az első három helyen, illetve kívülről Celeros gyújtja be a rakétákat a távoztokban belül. Mahagóni most már talán fölénybe kerül Zarándokkal szemben. A Zarándok vagy Mahagóni, Mahagóni vagy Zarándok, Mahagóni Göncire Beka a Talendi győztese, Mahagóni, Zarándok, Firsty, illetve Sally Rose az első négy. És start, elindult a nap negyedik futam, ez a Grof Keglevics László emlékverseny handicap. Hát Csikava megint van egészen komikus módon startol, és össze-vissza vagdossa magát a mezőny végén, ebből nem lesz megint eredményes futás. Jól kezdett viszont Stanford, és talán ő lesz az, aki elmegy vezetni a másik esélyesen Nirvánával a nyomában. Aztán érkezik a Let Me Win, ott van Szerencse Lovag, Cimbora, Allegro, illetve Alma Rózsa. A lovák további sorrendje, Sikava pedig most már azért talpon van, és megkezdi a zárkózás, de saját magát hozta nagyon-nagyon nehéz helyzetben. A mezőny elhagyja az ügető átjárót, Stanford diktálja a tempót, két ossza mögötte jön a mini üldöző boly, belül Szerencse Lovag, mellette ott van Nirvana, kívül pedig Let Me Win színén látszanak, egészen közel Alma Rózsa, Cimbora is jól tartja magát, és a Sikava szép lassan egyébként utolérte a mezőnyt, most már például megelőzte Allegrót, egyáltalán nincs most már igazán messze. A kanyarban a csapat, az utolsó 600 métert kezdik meg, továbbra is Stanford vezetésével. Stanford Szerencse Lovag meglepetése, nyilván hát nagyon erősen kell lovagolni, megy visszafelé, visszacsúszik a negyedik, sőt most már az ötödik helyre. Let Me Win tartja magát remekül Szerencse Lovag mellett, Stanfordot próbálják üldözni, Alma Rózsa, Sikava, Allegro a sor második felében, a mezői második felében. Stanford még mindig az élen van, Stanford Nagy Tamással vezet, mögötte Szerencse Lovag, Alma Rózsa, Let Me Win. Nirvana folyamatosan megy visszafelé, amikor most már a távoztopon belül jár a vezető Stanford. Stanfordnak talán Let Me Win lehet az ellenfele, illetve Alma Rózsa gyújtja be a rakétákat óriási lendülettel. Alma Rózsa érkezik, Alma Rózsa Bakos Gáborral elszaladhat mindenki mellett, és Alma Rózsa megnyeri a futamot. Alma Rózsa kívül Let Me Win, Stanford és Szerencse Lovag az első négy.
és starttal indult a Kerekes Gábor emlékverseny a magyar két évesek nagydíja. Mondmasternek nem igazán sikerült a startja, tizedes is egy kicsit talán lassabban kap lábra, viszont Morgenstern remekül kezdett bent a falon, és elmegy vezetni. Morgenstern originál az első két pozícióban, aztán érkezőben van, úgy látom, Trent nagyon jól kapott lábra, Trent mögött érkezik Allegro Assai, valamint megfogó párosa, a sor végén Mondmaster, hát azért neki van egy jó 5-6-os hátránya a többiekkel szemben. Belül meg mindig Morgenstern az, aki diktálja a tempót, fejfejt, jó, most már azért lassacskán mellette originál, mögöttük Trent, Allegro, Assai, Macaron, valamint megfogó, a favorit tizedes az utolsó előtti helyen, csak Mondmaster van mögötte, viszont Mondmaster is lassacskán utolérte a bolyt. 8-10 hosszon belül az egész társaság, jön az utolsó 600 méter, Morgenstern Gönczi Rebekával még mindig vezet. Morgenstern előnye másfél osztása tehető originál, illetve nagyon erősnek tűnő Trenttel szemben, Trent kézből jön, egyelőre kicsit zsákutcában, de hát azért az egyenes csak most következik majd, nem tud egyelőre megfogó igazán elindulni, tizedes pedig most talál majd igazán magának utat. Az utolsó 300 méterhez közeledve Morgenstern még mindig vezet mögötte, Trent, Morgenstern, Trent originál, tizedes csak a negyedik, ötödik pozícióban, amikor az élboly már a távoztopon belül jár, Morgenstern egyelőre tudja tartani az előnyét Trenttel szemben, Trent azonban az utolsó métereken nagyon-nagyon megindul, Morgenstern vagy Trent, Trent vagy Morgenstern, és Morgenstern végigvezetve megnyeri a nagydíjat, Morgenstern, Trent, tizedes az első három. És start elindult a 2018-as kerteskői díj, a kétes Fit to Fly van a mezőny végén, a startot követően Navajoval egyetemben, bent a falon Night for Overdose remekül kezdett, de mellette ott van az istállotás nyelvtör, és középen a favorit Bátori is kitűnően startolt. Bátori felmegy most már Night for Overdose és nyelvtörő mellé, Fit to Fly is csatlakozni látszik hozzájuk, aztán jön Sorbon, kívül pedig érkezik Power of Angel, valamint Omnia Gold kettőse. Túl van a mezőny az első 300 méterrel, nyelvtörő, mint hogyha kicsit előrébb járna, mint Night for Overdose, de mindkettőjüket megelőzni látszik lassacskán. Bátori, Fit to Fly a két évesen remekül tartja magát, Sorbot is közel, Power of Angel is közel, Omnia Gold is a front tagja, csak Navajónak van egy-két osztás hátrány, ebből akár egy nagyon izgalmas finish is kerekedhet. Jön az utolsó 500 méter belül, Night for Overdose mellette nyelvtörő, Navajónak van óriási momentum ebben a nagyon erős mezőnyben, Bátori is csatázik természetesen a győzelemért, Power of Angel is közel, ez már az utolsó 200 méter, nyelvtörő az élen mellette, Bátori, nyelvtörő, Bátori, most már Bátori, nyelvtörő, Night for Overdose és Navajo, ez a sorrend az utolsó 50 méteren, Bátori bebiztosíthatja győzelmét, Bátori újabb nagy díjat nyer, Bátori nyeri a kerteskői díjat, mögötte Night for Overdose a második, harmadik lesz végül nyelvtörő, negyediknek jön Navajo, ötödik pedig, ha jól látom, a két éves Fit to Fly. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.